Kisgyermekkoromban sok időt töltöttem a játszótéren. Gyakran egyedül, messzi tájakról, kalandokról ábrándozva. A szívem egyik nagy vágya pedig az volt, hogy egyszer láthassam a tengert. 21 éves voltam, amikor először utaztam, és amikor életemben először láttam a hatalmas víztömeget Görögországban. Az a pillanat örökre belém égett. Hatalmas, tekintélyt parancsoló, ijesztő, gyönyörű kékség. Más növények, más kultúra, más a levegő illata, a nap melege, az emberek. Szinte már szerelembe estem ezzel az új érzéssel. Aztán nagyon sok év telt el, mire újra lehetőségem nyílt világot látni. És a későbbiekben vagy pénzem, vagy időm, vagy társam nem volt az utazáshoz. Ahogy teltek az évek, egyre inkább kezdtem megelégelni a magamra szabott tétlenséget, hogy a félelem vagy éppen a kis hitűség miatt mindig valamire vagy valakire várok. Így végül kisebb-nagyobb lépésekben elkezdtem tágítani a komfortzónámat, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy milyen egyedül utazni, és hogy miként lehet elfogadható költségeket faragni. Utólag visszatekintve azt hiszem mondhatom, hogy el kellett döntenem, mit akarok, és rálépni az útra, hogy aztán minden alakulhasson és formálódhasson, már-már szinte sorsszerűen. Az utak során számtalan kedves és segítőkész embert ismerhettem meg, és mindig csodálatos érzés volt ezt viszonozni, vagy továbbadni. Amikor egyedül éreztem magam, az élet valahogy mindig úgy hozta, hogy akadt társaságom, vagy ha mégsem, akkor kerítettem magamnak. Stoppolás, couchsurfing, travel ladies, house sitting, csak hogy néhányat említsek azon dolgok közül, amik megkönnyíthetik, vagy olcsóbbá tehetik az utazást. Azt viszonylag hamar beláttam, hogy a stoppolás veszélyes is lehet. Nagyon észnél kell lenni, hogy nőként kinek az autójába szállunk be, és tudni kell nemet mondani, amikor a megérzéseink azt súgják. Közben persze rengeteg kedves embert lehet megismerni, és számtalan érdekes, meg izgalmas történetet hallani, megtapasztalni, egyfajta univerzális gondviselést. És persze van rengeteg kihívás is. Tűző nap, eső, szél, hideg, meleg, a többi stoppos, aki szintén fuvarra vár. Vagy amikor egy rossz helyen raknak ki, és fogalmat sincs hol vagy, vagy miként juthatsz tovább, például egy autópálya széli lezárt, elhagyatott pihenőből, ahol senki nem áll meg. Habár ezek a helyzetek mind arra tanítottak, hogy jobban bízzak önmagamban és az életben, és egy bizonyos szempontból, mivel mindig sikerült elkerülnem a bajt, mondhatjuk, hogy erősítettek. És összességében, minden aspektusával együtt értékes tapasztalatok voltak. Talán kicsit klisésen, mégis mondhatom azt, hogy szuper, hogy ezt is kipróbáltam, de túl öreg vagyok én már ehhez. Nagyon sok országban olcsó a taxi, és még olcsóbb lehet a busszal vagy vonattal való közlekedés, illetve egyéb alternatívának ott van az autómegosztás is. Sajnos számtalan alkalommal tapasztaltam meg, hogy az internet olykor csalfa, az emberek véleménye pedig szubjektív. Néha bizony hiába néztem alaposan utána egy-egy helynek, ami az online térben mesésnek tűnt, a valóság egészen más volt. Kiábrándító. És hogy ilyen helyzetekben mi lenne a megoldás? Az enyém az volt, hogy újra terveztem. Annyiszor, ahányszor csak kellett, ahhoz, hogy elég jó legyen. Na de a legelső utazásom után sok-sok évvel, hogy lettem mégis szinte már világutazó? A történet több mint egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor négyen útra keltünk, hogy Ecuadorban, az amazonasi esőerdő ölelésében éljünk egy kis viskóban. A természet ilyen fokú közelsége és az élet egyszerűsége
maga volt a csoda. Gyönyörű természet, elképesztően finom gyümölcsök, fürdés a folyóban, vízesésekben. Igazi paradicsomban éreztem magam. És habár sok tervünk volt, de az élet egyszerűen máshogy gondolta. Így az én következő állomásom egy ekvadori hippi falu lett, ahonnan rengeteg történetet osztottam meg veletek az akkori videókban. Azt hiszem, sokat meséltem azokról a változásokról, amik bennem zajlottak. Az a rengeteg feszültség, trauma és teher, amiket magamban hordoztam, elkezdtek feltörni és kitisztulni. Igazi átalakulás vette kezdetét. A természet közelsége, a lassú élet, az állandó tavaszi hőmérséklet csodát tettek. Azt mégis fontosnak érzem megemlíteni, hogy ez a gyógyulási folyamat még mindig zajlik bennem. Azt mondják, hogy egy trauma vagy sok feldolgozásához legalább annyi idő kell, ameddig benne voltunk. Plusz azok az időszakok, amikor újra éltük, beleestünk, sebeket tépkedtünk. És persze felmerül, hogy na de mi van a gyerekkori dolgokkal? Talán jobb nem számolni az éveket. Csak belefogni, csinálni, és elfogadni, hogy tart, ameddig tart. A türelmetlenség úgysem visz előrébb. Hatalmas tanulság volt elfogadnom, hogy habár néha szerettem volna sürgetni a dolgokat, mindennek annyi idő kell, amennyi szükséges. Az érzelmi és lelki folyamatokat nem lehet sürgetni, vagy erőből, akarattal megváltoztatni. Egyszerűen meg kell nekik adni a teret és az időt, és maximum lágyan egy kicsit megtámogathatjuk különféle módszerekkel. Akármilyen jól is éreztem magam az ekvadori kis faluban, mondjuk úgy, hogy a sors megint közbeszólt. A sorozatos rablások mindent megváltoztattak, és már nem volt maradásom Vilka Bambában. A következő állomásom Kolumbia volt, ahol a sok különlegesség mellett szintén akadtak kihívások bőségesen. Aki régebb óta nézi a videóimat, talán még emlékszik. Így aztán visszatértem Ecuadorba, az én kis falucskámba, de valahogy még mindig más volt. Nem olyan, mint azelőtt, és egyszerűen nem találtam a helyem. Ekkor jöttek a szinte végtelen hosszúnak tűnő buszutak Ecuadorban, és újabb közös emlékezetes kalandok a barátokkal. Aztán Mexikó, majd egy rövid látogatás Magyarországon, ahol úgy éreztem, hogy tényleg szinte még az ég is rám akart omlani. Úgy tűnt, hogy minden, amivel magammal kapcsolatban dolgoztam, amivel kapcsolatban azt hittem, hogy haladok, egyszeriben előtört, kicsit sem kímélve, mintha semmi sem változott volna. Kellemetlen meglepetésszerűen helyek, emberek, hangok, illatok úgy kapcsolták be a nyomógombjaimat, mint valami pavlovi reflex. Habár később összeállt a kép, de akkor randomnak tűnő dolgokra pánikroham és egyéb lelki meg fizikai tünetek törtek rám. És olyan mértékben tépték fel a sebeimet, olyan könnyed és gyors mozdulattal küldtek a padlóra, hogy be kellett látnom, nem állok készen. Erővesztetnek és legyőzöttnek éreztem magam, de azt tudtam, hogy feladni nem fogom. És mivel elég sok időt töltöttem már ahhoz azok között a dolgok között, amik bekapcsolták nálam a negatív reakciókat, tudtam, ha maradok, nem tudok gyógyulni. Bármennyire is küzdök és erőlködök, fuldoklom.
Szinte gondolkodás nélkül éltem az $1 lakóautó bérlés lehetőségével. A spórolás miatt főleg parkolókban meg erdők vagy falvak szélén töltöttem az éjszakákat. És spóroltam még az árammal, vízzel, gázzal, hogy végig kitartson, és így is lett. Természetes vizekben fürödtem, és forrásokból töltöttem magamnak ivóvizet. Boltokban és boltok parkolójában neteztem, dolgoztam és onnan töltöttem fel a YouTube videókat is. Rengeteget sétáltam, kirándultam, csodaszép helyeket fedezhettem fel. Egyszerűen imádtam ezt a nomád, természetközeli vándor létet, ami új erőkkel és élettel töltött fel. Fantasztikus heteket töltöttem Ausztria, Németország, Franciaország, Svájc és Szlovénia szépséges vizei és erdei között. Mindez maga volt egy megvalósult álom. Ezt követően ismét egy számomra teljesen új dolgot próbáltam ki, a house sittinget. Vagyis azt, hogy milyen mások házában élni és gondoskodni az állataikról, amíg ők nyaralnak. Erre egy ideális helyszín volt számomra Anglia, ami a szívem csücske. Varázslatos természet, gyönyörű tengerpartok, jó levegő és elképesztően aranyos cicák és kutyák. Annyira boldog és hálás voltam a sok szeretetért, amit kaphattam és adhattam nekik, meg persze a sok-sok mesés élményért és tapasztalatért. Szinte adta magát, hogy Skóciába vigyen tovább az utam, ahol először egy farmon éltem két fantasztikus kutyussal. Majd egy Edinburgh-i látogatás után tovább mentem a skót felföldre, és Isle of Skye szigetén egy kis halászfaluba költöztem. Kutyákról és cicákról gondoskodtam, miközben felfedeztem a sziget meseszép, misztikus látványosságait. Közelről megtapasztalhattam és átélhettem Skócia természeti értékeit és különleges, varázssal teli mítoszait. Minden szempontból elképesztően magával ragadó volt az ott lét. A legtöbb hely emlékét, ahol jártam, a szívemben őrzöm. Akárcsak az összes állatét, akikre vigyáztam, és nagyon megszerettem. Egy külön kis szigetem van számukra, ahogy azoknak az embereknek is, akiket az utazásaim során megismertem, és barátság alakult ki közöttünk. Szavakkal talán el sem mondható az a mérhetetlen hála és szeretet, amit akkor érzek, amikor visszatekintek az elmúlt egy évre. Milyen hatalmas utat jártam be a nagyvilágban, és közben belül, magamban is. Korábban álmodni sem mertem volna mindenről.
Köszönöm minden kedves nézőmnek, akik ezen a hosszú úton végig kísértek. Néha bizony nehéz volt összeszervezni és erőt venni magamon, hogy időben elkészüljek egy-egy videóval. De a tudat, hogy vagytok, várjátok, és a sok csodás és kedves komment, amiket a videóim alá szoktatok írni, újra és újra erőt adtak és adnak. A kalandvágy egy kis menekülési vággyal fűszerezve aztán Ázsiába repített, ahol a belső hangomat mellőzve sorozatosan olyan döntéseket hoztam, amik kedvezőtlenek voltak számomra. Így aztán persze rendesen le is betegedtem, de azt hiszem megtanultam a leckét. Újra. Hogy mennyire fontos ez a suttogó belső hang és a saját határaim, a jól létem. Valamint, hogy a legtöbb dolgot egy egész életen át tanuljuk és tökéletesítjük. A szeretet, a bizalom, a hála, a kedvesség, a határok, a szellemi, mentális és testi jólétünk fejlesztése. A lista szinte végtelen. A változás sosem ér véget, és bármire mondható, hogy lehet jobban csinálni, jobban megérteni, többet kihozni belőle, fejlődni benne és általa. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy soha ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, mindig csak saját magunk legyünk a mérce, hiszen mi tudhatjuk a legjobban, hogy honnan jöttünk. Különféle körülmények között születtünk és nőttünk fel, más-más hatások formáltak és alakítottak. Így habár mindannyian emberek vagyunk, az erőnlétünk, a képességeink, a teherbírásunk és az adottságaink teljesen eltérőek lehetnek. A hasonlítgatás pedig egy nagyon buta és ártalmas dolog saját magunkra nézve. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és ha tetszett a videó és szívesen látnátok hasonló tartalmakat, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Továbbra is gyűjtöm a kérdéseket a Kérdezz Felelek videóhoz, így ha van bármi, amiről szívesen hallanál, akkor ez alatt a videó alatt, vagy a kiírt poszt alatt várom a kérdéseket. Legyenek örömteli napjaitok, és találkozzunk a jövő héten!